Sziasztok! Egy Samsung Galaxy A03S készüléket fogok nektek bemutatni. Nézzük meg, milyen a doboz. Itt láthatjuk ugye maga a telefont, hogy hogy néz ki, típusjelzést. Látjuk, hogy Galaxy sorozat. Illetve amit megtaláltunk az alján, hogy a színjelölést és magát azt, hogy 32 GB-os a háttértár. Ez azt jelenti, két variáns van egyébként belőle, egy 4x64-es és egy 3x32-es. Ami azt jelenti, hogy a 32 GB-os háttértárhoz egy 3 GB memória tartozik. És akkor bontsuk ki a dobozt, nézzük, hogy mit található meg benne. Egy garanciapapír. Itt találunk ilyen kis dobozkát. Ebbe találhatunk ugyanúgy egy gyors használati útmutatót, egy garanciakártyát. Itt van maga a készülék. Egyébként igen méretes, de majd mindjárt jobban megnézzük. Van hozzá ugye egy töltőfej, adatkábel, töltőkábel, és itt láthattuk egy szimtűt. Esetleg más van a dobozban, más pedig nincs benne. A csatlakozás a telefonhoz. Láthatjátok, C-típusú. A kábel másik vége sima USB. Megnézzük a teljesítményét is. Ugye a kimenetre 5 voltot és 1,55 ampert hoz fel, ez 7,8 wattnak felel meg, ahogy láthatjátok. És akkor itt van ugye maga a készülék szépen fóliába. Egy elég méretes készülékről beszélünk egyébként. Maga a ház az műanyag, ugye 3 kamera van, egy vaku, körben is műanyag, ugye alól található ugye a C-típusú csatlakozó, van rajta 3,5 feles jack, mikrofon, hangszóró, itt felül található egy selfie kamera, mégis pici kis, itt a beszéd hangszóró, itt felül találunk még egy mikrofont, itt oldal található a szimtű, van bele a dual SIM-es verzió is egyébként, és ez dual standby módon működik, tehát az egyik kártyán beszéltek, a másik lekapcsol. Itt ugye van egy bekapcsoló gomb, egy hangerő gomb, és akkor kapcsoljuk be a készüléket. Amit érdemes egyébként róla elmondani, hogy 6,5 calos a kijelző, maga a telefon egészen nehéz, 196 gram, illetve visszatér a kijelzőhöz, a felbontása az 720x1600 pixel, tehát ez 270 képpont sűrűségnek felel meg. És egyébként egy LCD kijelző van benne, tehát nem AMOLED. 11-es Android fut rajta, amit még esetleg érdemes tudni. Egy P35-ös MediaTek processzor hajtja meg, ugye ez 8 magos, és 12 nanométeren készült, tehát viszonylag egy ilyen alap processzor, egy kicsit ilyen régebbi gyártás technológián készül. De ugye említettem, hogy 8 magos van, 4 maga, ami erősebb, ez 2,315 GHz, a másik pedig 1,5 GHz, a másik 4. Közben is kapcsolt a készülék, és akkor kezdjük ugye a nyelvválasztással. Kiválasztjuk a magyart. És akkor ugye minden dolgot elfogadunk. És kapásból ugye itt tudunk Wi-Fi-hez csatlakozni, fel is dobja nekünk. Ezt mindjárt be is írjuk. Beírtuk a Wi-Fi-t, Wi-Fi kódot. Közben láthatjuk, hogy csatlakozott a készülék. Tovább lépünk. Itt beállítja, hogy a szolgáltatói adatokat ellenőrzi. Amit egyébként még ugye említettem, 32 GB-os háttértár, ebből valamennyit ugye levesz a rendszer. Ami még esetleg viszont érdekesség a készüléknek, hogy egy eMMC háttértár van,
ugye ezek általában nem túl gyorsak, itt viszont az új van, az 5.1-es, ami már egy egész gyors, egész gyors írás és olvasást eredményez. Közben ugye újból indul a készülék. Amit érdemes meg, ez ugye itt elő van a selfie kamera, amit említettem, ez 5 megapixeles, ennek a rekesz értéke 2,2. A hátsó kamera úgy néz ki, van egy 13 megapixeles és 2 darab 2 megapixeles. A 13 megapixeles az 2,2 a rekesz értéke, és ugye ez egy széles látószögű, van egy mélységérzékelő és egy makró kamera, tehát közeli fényképeket is tudunk csinálni. Természetesen rendelkezik, ugye, mint láttátok, Wi-Fi-vel, Wi-Fi direkt funkcióval és hotspottal is a készülék. Bluetooth-ból ugye az 5.0-as van már benne. NFC-vel nem rendelkezik, illetve alul a Type-C csatlakozó az 2.0-as. GPS-e jól el vagyunk látva, van benne GLONASS, Galileo és a Beidou műholdokat is látja. Ugye közben úgy mindent a készülék, most ezt kihagyjuk, nem másolunk rá adatokat. És láthatjuk a háttérben, hogy a Wi-Fi-n van. Egyébként van benne még gyorsulási érzékelő is. És egy elég nagy akkumulátor, 5000 mAh-órás. Amit esetleg így érdemes megjegyezni. Illetve ami nagyon fontos, és még érdemes elmondani, itt oldalt, hogy a bekapcsoló gomb egyben új lenyomat érzékelő is. Na, és kisebb töltés után, meg is kaptuk, hogy bejelentkezhetünk a Google fiókunkba, mi most ezt kihagyjuk. Mert csak maga a készülék menüjét szeretnénk megnézni, a fényképezőt, hogy hogy működik. Ugye elfogadunk minden szokás szerint. Google keresőt választunk ki. Egyébként annak ellenére 6,5-szoros a kijelző, ez itt alul szerintem elég zavaró ez a rész. És akkor itt is van, mivel védjük a telefonunkat, próbáljuk így az új lenyomatot. És akkor egy PIN-kódnak pedig megadunk. Négy darab nullát. És akkor ugye mutatja is a kis videó, vagy rakjuk ide oldalt. És szépen százalékosan mutatja, hogy hány százalékra áll. Kész is vagyunk, ugye hozzá lehet adni több új lenyomatot is, kinek hogy szimpatikus. Itt ugye elképzelhető, hogy egy pár percet majd várnunk kell, Wi-Fi sebességtől is függ természetesen. Idáig árához képest egész tűrhető a sebessége. Ugye a Samsung fiókot most kihagyjuk, és készen is vagyunk. Csinálni fogunk a telefonnal majd egy pár próbafotót, ezt szokás szerint megtalálhatjátok a Google mappánkba. Most az alkalmazás telepítőből kilépünk. Egyébként azt láthatjuk, hogy a felbontás 270 képpont sűrűség miatt nem annyira jó, mint mondjuk egy magasabb kategóriás készüléknél, illetve talán a színek nem annyira erősek, mint mondjuk egy AMOLED kijelzőnél. Mindjárt megnézzük egy maximum és egy minimum fényerőt. Természetesen ebben is van fényérzékelő. Közben ugye a háttérben telepít, tehát egy pici lassúságot azért elnézhetünk neki. Láthatjátok, ez a maximális fényerő, ami úgy gondolom, a napsütés alatt nem biztos, hogy már elég. Mert itt benn még olvasható, de kint már nem feltétlen. Nézzünk egy minimális fényerőt is. Az viszont úgy gondolom, hogy egész jó lehet éjszaka.
nem annyira világít igazából. És akkor visszaállítunk egy automatikus fényerőt most. És láthatjátok, a szokásos Samsung feletet kapjuk, ugye alulról, ha felhúzzuk, akkor itt vannak a telepített alkalmazások, akár mappába rendezve. Mondhatom azt, hogy a szokásos Samsung alkalmazások vannak ugye rajta, ugye vannak gyárlag alkalmazások előre telepítve, ugye fájlböngésző, hangrögzítő, saját böngésző, különféle Google alkalmazás, ugye itt is böngésző és Gmail, illetve YouTube-ot is megtaláljátok, Facebook előre fel van telepítve, Spotify, Netflix, YouTube Music, illetve itt ha lehúzzuk, ugye jobb felülről lehúzzuk, akkor itt mindig lehet látni az értesítéseket, illetve a gyorsindító részt. Itt tudjuk ugye az automata forgatást beállítani, elemlámpát, helymeghatározást, energiatakarékos funkciókat. És akkor megnézzük, hogy a kamera. Ez is teljesen ugyanolyan, mint az a megszokott Samsungoknál. Mi tudunk QR kódot olvasni, teljesen a személyre tudjuk szabni, van benne automatikus HDR, fel tudjuk címkézni a fényképeket, hogy hol készült, különböző módszerek vannak, ugye. Mit tudunk csinálni a hangerő gomba, akár ugye nagyítani, vagy hangerőt szabályozni, külön exponál gombot tudunk rakni a kijelzőhöz fényképezés közben. Tudunk rá vízjelet tenni, van zárhangunk is, és nézzük, milyen módok vannak benne. Van, ugye, mi a több kameránk van, van portré mód is, akár elől, akár hátul, ugye van a sima fénykép mód, van videó mód, illetve itt a többnél, itt láthatjuk, itt beletállt, van pro mód, ugye, amikor mi tudjuk beállítani a dolgokat, akár a mélységet, akkor ugye meg lehet, ugye a fényérzékenységet is belet, az ISO-t, tehát igazából tényleg minden képarányt, időzítőt, illetve a vakut is, hogy automatikusan működjön-e. Akkor, amit itt még esetleg érdemes lehet elmondani, hogy megnézzük, hogy milyen minőségben rögzíti a videót, mekkora felbontásban. Full HD, 30 frame per szekundum, úgy látszik ez a legmagasabb, mert nagyobbra nem is engedi állítani. Tehát 4K-t nem tud a készülék, ha esetleg valakinek ez szempont. Vannak különböző szépítő funkciók, ezeket majd kint kipróbáljuk és feltesszük. Megnézzük az új lenyomatolvasót, hogy működik. Lezártam a készüléket. És szerintem tökéletesen. Nagyon minimális a késedelmi idő, ez teljesen jól működik. Megnézzük egy-két alkalmazást, milyen gyorsan indul el. Ezt láthatjátok, hogy első alkalommal azért egy némi akadás megfigyelhető, de árat tekintve szerintem teljesen elfogadható. A memória kezelés az még most jónak tűnik egy pár alkalmazásnál. Mindjárt nézzünk egy kicsit nagyobb alkalmazásokat. Esetleg így többet megnyitunk, akkor azt hogy kezeli. Igazából itt még olyan lassulás nem figyelhető meg, pedig már több alkalmazás fut. Mindjárt még megnézünk egy player ruházat is. Egy YouTube Music-et. És akkor nézzük, hogy mennyire tartja mondjuk memóriába. Itt láthatjátok, itt fut. Ugye ezeket is szemét lehet szabni. És most nézzük, mennyire maradt a memóriába a YouTube. Látszik, hogy újból töltődik, tehát nem igazán sok ez a 3 GB neki. Ha tetszett a videó, vagy esetleg bármi kérdés van készülékkel kapcsolatban, akkor nyugodtan kérdezzetek, iratkozzatok fel csatornánkra, sziasztok!